Szóval jó ez a tanmunkás. Ja, meg tudjátok mi a legjobb ebben a tankban? Ez az egy előnye van, amit ami egyik másik tanknak sincs, az, hogy fel tudok ülni a hátuljára, figyeljétek. Igazából csak ennyit kell csinálnom, hogy átjövök ide szépen. És én vezetem a tankot, figyeld! És picit kanyarodunk. Most vissza. Tetszik látni? Ez az egy jó tulajdonsága van annak a tanknak, hogy van idő vezetgetni. Lassan beérünk a célba, úgyhogy visszamegyek a helyemre. Mik történtek ebben a mérkőzésben? Vajon mi lehet a terv itt most? Amúgy, ez az IS el akar rejátszani, hogy ő egy idióta, de igazából ő nem idióta. Ez az IS gondolkodik az univerzum hatalmas nagy rejtélyein. Jelenleg Stephen Hawkingnak a munkásságát vette a nyakába. És azért nem ér rá játszani a játékkal, mert jelenleg az univerzumnak a különböző... Hát ilyen fekete lyukas dolgait kutatja éppen, és ugye azért nem ér rá játszani a jelen pillanatban ez az IS. Ő egy ilyen lángelme, ő egy ilyen zsenialitás. Ő önmagában a mindenség. És ahogy látom, le fogja hozni nekünk ezt a mérkőzést, ő egyedül. Meg fogja tudni csinálni, bízunk benne. Mindenki, srácok, szurkoljunk. Ez a taktikája része, ez a taktikája része, srácok, ne izguljatok, ez jó lesz. Igazából most úgy csinál, mintha eldőlt volna, de igazából nem dőlt el. Ez jó lesz, figyeljétek. Ez működni fog, bízok benne. Ez tudta, hogy működni fog. Eddig beválik, eddig jó az a terv. Szerintem most halottnak tetteti magát, és ezzel próbálja elhitetni az ellenféllel, hogy... igazából ez történt. Bízok ebben az IS-ben, most rajta múlik az egész meccs. Az ellenség csal, biztos, hogy csal, igen, csak így lehet. Ez csalt az ellenség, tehát ez nem is kérdéses, srácok, ez csalás volt. Egyértelműen csalt az ellenfél. Az IS az végig jobb volt, ő tudta, hogy mit kell csinálni. Ő végig az egész játék alatt mindent tudott. Ez egy jó meccs volt, én azt mondom nektek. Látjátok, amúgy az Odem Mortis klánnak a tagja, srác. Nem bőm ki ezt rögés nélkül. Egy utcsókör a toggal aztán. Mondjuk én is szar voltam, úgyhogy. Mondjuk én is szar.